A falunap első napján pénteken nyitották meg a Golopi születésű festőművész Kascsák József kiállítását a művelődési házban, amelyet július 31-ig tekinthetnek meg az érdeklődők. Rendezvényük másnapján szombaton a napos, ugyanakkor szeles idő ellenére sokan érkeztek a Vai Kastélyparkba, ahol a gyerekek és a felnőttek is megtalálták a számukra kedves programelemet. A kicsiket többek között ugrálóvár és pónilovaglás is várta. A célja elsősorban az, hogy a hagyományt folytassuk, mivel hogyha már 23, az majdnem egy negyed százada van, és nem szeretnénk ezt semmiképpen ezt a hagyományt megszakítani. Másik dolog az, hogy ilyenkor hazajönnek a messzire szakadt hazánk fiai is, és ilyenkor összejönnek az itteni rokonokkal. Például tegnap egy festőművész kiállítását nyitottuk meg, aki golopi származású, ezzel a művészeteket is támogatjuk. És hát mulatság azért feltétlenül kell az embereknek. Ilyenkor lehet majd kicsit iszogatni, beszélgetni, és a szórakozási a főszerep. Elsőként karate bemutatóval szórakoztatták a közönséget. Az érdeklődők megismerték, hogy milyen kardokat, tőröket használtak a harcművészet művelői. A bemutatón önvédelmi technikákat is szemléltettek. Az egyik leglátványosabb eleme a produkciónak mégis az volt, amikor könyökkel, lábbal és kézzel törték össze a színpad elején felállított itong tornyokat. A harcművészeket Gáspár Aninóta és operett műsora követte, aki ismert slágerekkel szórakoztatta a közönséget. A nótázás után stílusváltás következett, méghozzá a Jam Republic együttes lépett a nagy érdemű elé, akik nagyrészt a Republic slágereivel emelték a rendezvény hangulatát. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezess, én utánad megyek. A programkavalkád ezzel nem ért véget, hiszen éjszakában nyúlóan szórakoztak a kikapcsolódni vágyók a 23. Golopi falunapon.